Szevasz, üdvözlök, üdvözlünk! És itt a Lukesz, mindenkit ezen a szép napon! Itt ülünk az autóba, szép az idő, mutatom nektek. Látjátok, szépen süt a nap, szinte egy felnincs az égen, remélem, hogy ilyen idő marad. Nem máshova tartunk, mint az EB Expo-ra, ahol nem máslak lesznek, mint mik lesznek. Új játékok, amit nem kértek még, lesz a Super Mario, a Lego Marvel. Na nagyon sok, lesz PlayStation, lesz Nintendo, mindenféle játék, új játék, régi játék, és lehet hülök játszani, meg körbenézni, az életben nem voltunk, tehát oda tartunk jelenleg. Hoztam a szemüveget, a kamerás szemüveget, és próbálok filmezni, csak mutatom, itt állok a lámpánál, mindjárt zöld van, és fordulunk. A Lucas amúgy nem más játékkal akar játszani, mint a Lego, melyivel, a Marvel. Marvel Super Heroes 2. Ez kijön novemberben, nem? Már azt mondta, novemberben jön ki. Már, ha te tudod, én nagyon szeretem a Lego Marvel Super Heroes. És, de nem csak én is szeretem a legósokat, én is szeretem a legós játékokat. Yeah. Úgyhogy ezzel akarunk játszani, legalábbis a Lucas ezzel akar játszani. Majd meglátjuk, hogy ránk kerül a sor, vagy nem, vagy hogy működik. Ahogy mondta, az életben nem voltunk, de majd meglátjuk. Yeah. Aztán mutatom, erre megyünk, itt megállunk a lámpánál. Átmegyünk valószínű a belvároson, Surface-en ugye, és ugyanis a túloldalra kell menni. Ahol van ez a kiállítás. Egészségedre! Aztán utána megyünk haza. Kell egy nagy tisúadnak! Zsebkendő. Ugyanis valószínűleg jönnek a csónakért, mert eladtam. Azt lehet, hogy elmegyek még egy-egy jetskizni, ha ilyen szép idő lesz. Látod? Arrafelé egy kicsit felhős, errefelé egy kicsit jó. Na. Ott van szemben a belváros. Nem tudom, mennyire lehet látni, mennyire nem. De majd mindjárt átmegyünk rajta, nem azt akarom mutatni, hanem innét képzeld el, 2 hét múlva, Lucas, mikor? Autóverseny lesz, és ez az autóverseny itt megy mi nálunk Surface-ben, ugye ez benn van a játékban is. Melyik játék az, Lucas? Xbox-on van ez a játék? Na minden, elfelejtettem. Az az autóversenyes játék, és itt játszódik Surface-ben az egyik pálya, mutatom nektek, hogy élőben hogy néz ki a versenypálya. Itt kezdődik, tehát ez le lesz zárva 2 héten belül, ugyanis itt fognak menni a versenyautók. Vagy látod, már felrakták a falakat, és ez itt minden le lesz zárva. Mégis ez a versenypálya. Most van rajta vagyunk a versenypályán. Project Cars. Ott lesz a box, a pit stop, vagy hogy hívják magyarul, ahol be lehet állni kereket cserélni ott baloldalt. Innét indulnak, ahogy látjátok, innét indulnak a versenyautók. És megy, egész végig nem fogunk rajta átvenni, ugyanis ez el fog kanyarodni. De ha megnézitek a hírekbe, vagy a tévébe, lehet, hogy nálatok is mutatják ezt a versenyt, ha más nem, az Eurosporton, vagy valahol, biztos, hogy mutatják, nem? De ha nem, akkor majd mutatok egy részletet nektek belőle a mi tévénkből. Ugyanis be lesz, hogy a tévében mutatják, a világon mindenhol nézik általában. És itt lesz egy kanyar, el fog fordulni a versenypálya, miért megyünk tovább egyenesen be arra felé. Aztán nem sokára ott vagyunk, ugye attól függ mekkora forgalom, de körülbelül egy ilyen 10 perc, 15 perc, aztán ott vagyunk. Na nézd, a versenypálya elfordul, arra balra, meg átmegyünk egyenesen. Na, úgyhogy kiértünk a versenypályáról, itt annyi ember lesz, komolyan mondom, egy hét múlva te. Megjöttünk, úgyhogy felveszem a kamerát, és ezzel folytatom tovább. Azt megálltam addig, meg vagy? De azt mondja, ezt itt hagyjuk, nem? Itt hagyjuk ezt a kamerát? Nem hiszem, hogy nagyon fogjuk használni. Ide betesszük, visszük a jegyet. Ez a jegy, látod? A Crash Bandicoot, Crash Bandicoot. Ja, ott van. És ott van a Sonic, a Master Chief, a Spyro, és a Space Invaders, és a Pac-Man, és a Mrs. Na. Pac-Man, és hú, én menjünk. Még van 5 percünk nyitásig, úgyhogy be kell gyalogolni. Vigyázz az autóra. Átfutunk, és át kell menni a túloldalra. Hol futunk át? Itt vagy ott? Mindegy, ott vagyunk a tengerpart, jelenleg itt kisétálunk ezen a kiáron. Ott a tengerpart szemben. Délután el kéne menni a vízre, vagy mész vissza a mamához, meg a papához. Ja. Mi történt a nyakadda, tiszta piros? Mi történt a nyakadda? Ja. Mi? Mit csináltál? Én sem tudom. Te sem tudod.
végeztünk. Nem tudom, mennyire lehetett látni, mennyire nem próbáltam filmezni, ugye. És bent sötét volt, nagyon sok játék volt, minden lehetett játszani. Lucas, hogy tetszett? Jó volt, én játszottam sok játék. Játszottunk a játék, amivel a Lucas akart, az a Marvel Legos Hero 2-vel. Nem tudtunk játszani a Super Mario-val. A Super Mario-val nem, ugye, és annyi váltak rá sorba, te! Na mindegy, úgyhogy várj, most kitolatok. Mikor odaértünk, nem voltak olyan túl sokan, voltak már, de nem annyian. Aztán később ugye rettentő sokan lettek, annyian kellett sorbálni arra a Nintendo-s játékra, hogy én nem tudom, szerintem egy két órát biztosan kellett volna várni, hogy egyetlen, az a játék, amivel a Lucas nem tudott játszni, mert akart. Én játszottam volna a Gran Turismo-val, ugye a VR szemüveggel a PlayStation-en. Te is akartál. Mondjuk arra is sokan álltak már sorba, úgyhogy azt kihagytuk. Pici, mondta, hogy ha csak egy ember 10 percet játszik, és 10 vannak előtted, az szóval több mint másfél óra, gondold el. 1 óra 40 perc. Úgyhogy azért többen álltak előttünk, mint 10. Nem tűnt ugye soknak, mert 10 ember nem olyan sok, de ha összeadod, hogy az mennyi idő, az szerintem elég sok. Na minden, amúgy jól éreztük munkat, kaptunk sok ingyen dolgot, például sapkát, popcornt, ugye ezt a kukoricát, fidget spinnert kaptunk, meg mi más kaptunk, más nem, nem? Meg ilyen apróságokat, hogy osztogatták ugye ingyen mindenkinek, és amúgy jó volt. Ez volt az első, lehet, hogy az utolsó, lehet, hogy nem, lehet, hogy jön jövőre is. Hazajöttünk, képzeld el, majdnem azt mondtam, lement a nap, de én nem ment a nap. Hazajöttünk, én közben elmentem egy jetskizni. Szervusz, mi a helyzet? Hol vagy? Ó, ott vagy. Lucas, ezt a sapkát kapta. Ja, ezt osztogatták, látni ilyen sapkát. Ez azért adták ingyen, mert reklám sapka végül is. Szervusz, ja. Mi a helyzet? Jó, várjál, kifordítom, jó? Így látod magadat. De most nem hörgünk. Na, amúgy játszanak. A PlayStation-nel játszanak a Davis és a Lucas. Én elmentem egyet a jetskivel, a kamerát nem vittem el magammal. Ugyanis nem akartam, hogy megint jazz kis videó legyen, az az egyik oka, meg a GoPro-t ugye eladtam. És ezt a kamerát, hogyha viszem magammal, akkor ha véletlen belesik a vízbe, akkor nem tudom, hogy csinálok videókat. Gondoltam, a telefonot mindig viszem magammal, gondoltam, hogy megállok, hogy csinálok egy felvételt itt ott, de aztán nem álltam meg sehol se. Kimentem az óceánra jó messzire, aztán vissza bejöttem, jól voltak hullámok, kétszer belestem a vízbe, na minden, amúgy én élveztem. De majd meg lesz jazz kis videó, úgyhogy én most nem más csinálok, ezzel el kell mennem tankolni. Úgyhogy húzom a cipőmet, és viszem a kannát is, ugyanis a jazz kis is valószínűleg meg fogom tankolni, mert fél alatt van a benzin. Addig leülök ide, látod, az új cipőm felveszem. Jaj, és ugye múltkor kérdeztem tőletek, hogy mi lenne, hogyha hajóra költöznénk? Jó ötlet lenne, vagy nem lenne jó ötlet? Sokan mondták, hogy vegyük meg, rettentő jó ötlet! Sokan mondták, hogy ne, hogy megvegyed, ez nagyon buta ötlet. Nem fogtok tudni tévét nézni, nem fognak tudni futkorászni a gyerekek. Végül is nem fogunk oda ráköltözni, egyelőre biztos, hogy nem lehet, hogy majd egy kicsit később, pár év múlva, ki tudja, hogyha a Davis ugye kicsit kisebb, nagyobb lesz. De először úgy tervezzük, hogy veszünk egy ilyen kisebb vitorlást, amit akartunk. De nem azt, amit akartunk, amit egyszer mutattam nektek pár hete. Ugyanis egy kicsit nagyobbat szeretnék, nagyobbat néztem, amiben van legalább ilyen kézmosó, meg ahol lehet főzni, sütni, ilyen konyhaszerű valami. Egy nagyon picit többe kerül, de én úgy gondoltam, inkább várok egy picit, többet ráköltök, de akkor egy kicsit nagyobb legyen, nem olyan túl nagy, kicsit nagyobb legyen, és jobban elférjünk benne. Tehát, hogyha azt kibírjuk egy éjszakára, akkor a jövőbe, például, hogyha nyugdíjas leszek, lehet, hogy csak a feleségemmel majd egy olyan hajóra költözünk, aztán bevitorlázunk Ausztráliát körbe. Ki tudja? Majd meglátjuk, de ha Davis-szel, a Lucas-szel ugye nem fogunk egyelőre oda költözni, szerintem. Mit csinálsz? Amúgy mindenkinek meg szeretném köszönni a véleményét, ugyanis ezért kérdeztem tőletek ugye, hogy kinek mi a véleménye, és sokan írták, hogy hova raknánk a Lucas-nek azt a sok figuráját, egy valaki írta. És utána gondolkodtam rá, hogy erre nem is gondoltam, hogy hova tennénk azt a sok figurát, fogalmam nincsen. És ugye mondta az illető, hogy ugye lehet bérelni ilyen, ahol lehet tárolni a dolgokat, ilyen garást, és amikor arra gondoltam, hogy bérünk egy ilyen garást, de tényleg a Lucasnak sok a figurája, a Davisnek ugye még futni kell, biciklizni kell, hasonló dolgok, úgyhogy ha jobban belegondolunk, akkor egyelőre még ez nem jó nekünk. Majd egy pár év múlva, talán, addig is kipróbáljuk ilyen kisebb vitorlással, amit, hogyha találok olyat, ami tetszik, akkor megnézzük. Na, mit csinálsz? Puskázol? Na, minek? Úgyhogy én most megyek, és megtankolom a jetskit, meg megtankolom a
kocsit is. Na mindjárt jövök, jó? Visszük a kannát, a csónakot látod közben, elvitték, hazajöttem, és nincsen. Ez jó, azért mert eladtam, abból nem jó, hogy nem tudtam kipróbálni. Ugye pont a múltkor mondtam, hogy nem jöttek el érte, jó, hogy nem jöttek el érte, legalább el tudom vinni kipróbálni. És mire hazajöttem, más elvitte. Már nem mire hazajöttem, hanem hazajöttem, és pont akkor jöttek, és elvitték. Úgyhogy nem tudtam kipróbálni. Na nem baj, majd nézek valami másikat. Megtankoltam az autót, megtankoltam a jetskit, a szöveget viszem vissza a számítógépem mellé. Én is a Davis ide rohadt, megfogta, felrakta, és azzal rangált körbe-körbe, aztán véletlen ledobta. Ugye remélem, hogy nem veszett el minden felvétel, nem minden. Remélem, hogy semmilyen felvétel nem veszett el, úgyhogy ide vissza leteszem most, és majd később megnézem. Ezt a mai videót én most lassan befejezem, ugyanis nem más csinálunk, mint... Na de elsötétültem. Eszünk! Jelenleg mutatom, mit csinálok. Látod ezt a levesemet? Látod, milyen leves? Erős levesemet! Na ide letettem, látod? Majd mindjárt adok, várja. Kimegyek a fókuszból mindig. Na, úgyhogy ezt a mai videót én most lassan befejezem, hozom a kanállamat meg a villámat, és én a levesemet kanállal és villával eszem. Tiskanállal és villával szoktátok enni a leves, vagy nem? Én azzal eszem, hogy miért, azért, na mindegy. Úgyhogy ezt a videót én most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani, még nem. És most. Sziasztok! Lukasz is eszik, teli szájjal nem beszélünk. Sziasztok!